Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autórum YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Láthattunk már olyan filmeket, amelyekben autók szelték repülve az eget, ilyen volt többek között a Vissza a jövőbe 2, vagy éppen az ötödik elem. De olyan filmet is megtekinthettünk már, amiben önvezető autók voltak, példaként említhetnénk az Én a robotot. Viszont még előbbi nagyon távoli jövő, ameddig bekövetkezik, addig utóbbi az önvezető autók már sokan nem is biztos, hogy sejtik, de vannak olyan járművek, amik önvezetésre képesek, és már most is a forgalomban vannak. Példaként említhetnénk a legújabb, most bemutatott Opel Mokkát, vagy éppen akár a Golfot, de a Tesla közül is találunk olyan modelleket, amelyek képesek önvezetésre. Persze, nagyon fontos kérdés, hogy milyen szintű önvezetésről beszélünk, mert a piac és a szakma 5 különböző szintet különböztet meg egymástól, ebben a videóban pedig erről fogok mesélni, mit jelent az, hogy első szint, és miért mondjuk azt, hogy az ötödik szinten már kormánykerékre sem lesz szükség az autókban. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy a Mercedes tette le az alapjait az önvezető autóknak, ám az biztos, hogy a német autóipar rengeteget tett azért, hogy az önvezető autóknak a fogalma kialakuljon. Az 1990-es évek végén került kifejlesztésre ugyanis az adaptív tempomat, vagy talán közismertebb nevén távolságtartó tempomat, ami az egyes szinthez tartozó egyik képesség. Itt ugyanis az autóknál mindenképpen szükség van a sofőrre, a sofőrön van a felelősség, tehát egyáltalán nem lehet elengedni a kormányt, viszont az autók bizonyos kicsi, apró funkciókat azért képesek maguktól is irányítani, és akusztikus, valamint fényjelzésekkel a tudtunkra adni azt, hogy valamilyen veszélyhelyzet történik, vagy éppen nem az, amit az autó helyesnek ítél. Az egyik az adaptív tempomat, ami ugye követi az előttünk haladót, tehát hogyha előttünk megy egy autó és az lassít, akkor nekünk is csökken a sebességünk, anélkül, hogy a fékpedálra rá kellene lépnünk, hogyha pedig gyorsít, akkor az autó önmaga ugyanezt megteszi. A másik pedig a sávtartás, ugye ez is egy olyan eleme az első szintű önvezetésnek, amit az autó magától is egy rövid ideig képes megoldani, és rögtön jelzés, ikonok vagy hangjelzés formájában, hogyha a sávot elhagytuk. Az első önvezetésnél tehát abszolút az a sofőré a felelősség, és leginkább az ilyen apró, egyszerű szenzorok segítségével tudja a kis nagyon pici apró funkciókat ellátni az autó. A második szint hasonlít az elsőhöz, itt is abszolút és teljes mértékben a sofőrön van a felelősség, a kormányt mindenképpen meg kell ragadni, viszont az autó már képes önbeparkolásra is, tehát bizonyos funkciókat magától is képes elvégezni, akár anélkül, hogy a sofőrnek segítségére lenne szüksége. Láttunk már olyan modelleket, akár a 8-as Golf, valamilyen Seat modell, amelyeknél egy gomb megnyomása segítségével be tud manőverezni az autó szűkebb helyekre is. Persze ilyenkor is van segítség, méghozzá a mi lábunk, ugyanis nekünk kell a fékpedált, illetve a gázpedált nyomnunk, manuális váltó esetén pedig még a váltást is nekünk kell végezni. Ezek az autók csak a kormány pörgetést tudják maguktól megoldani, viszont a 2-es szintű önvezetésbe tartozik már például az is, hogy applikáción keresztül indítjuk el a parkolást, mi kint vagyunk, bemegyünk vásárolni, az autó pedig addig keres egy parkolóhelyet. Ez sem már távoli jövő, hanem már a jelenben is vannak ilyen hasonló tudású autók. A legnagyobb ugrás viszont a 2-es és a 3-as szint között figyelhető meg. Itt már biztonságkritikus funkciókat is képes irányítani az autó önmagától, és a sofőrnek minden esetben készen kell lennie arra, hogy az irányítást, kormányzást átvegye abban az esetben, hogyha valami baleset vagy probléma adódik. Ezek a biztonságkritikus funkciók például a sávváltás, manőverezés, akár előzés önmagától is képesek erre az autók, és nagy hangsúlyt kell fektetni már a térképeknek a magas felbontású kialakítására, ugyanis az autónak mindenképpen tudnia kell, hogy hol és milyen körülmények között vezet, illetve a tábla felismerés is egy fontos eleme ennek. Ugye a Tesla és egyes modellek állnak már a 3-as szintű önvezetésnek a kapujában, lényegében fél lábban már át is léptek rajta, de még azért nyilván nem működik ennyire tökéletesen a rendszer, és ki lehet próbálni, de a 3-as szintű önvezetés messze áll attól, amit speciál a 4-es szint képvisel. A 4-es szinten ugyanis már teljesen autonóm önvezetésről beszélünk, de még van kormánykerék az autóban, tehát ha a sofőr szeretné, akkor akár ő is tud vezetni, az autók pedig önmagukat is képesek elnavigálni A pontból B pontba. Viszont csak különböző zónákban működik ez a képesség, tehát akár nagyvárosokban vagy autópályákon, majd a taxik, vagy esetleg az ilyen hosszú távú közlekedésben jártas, ilyen személyszállítás
kiállításnál lehet ez először, valamikor a 2020-as évek közepén, talán inkább végén. Itt is már a térképnek a nagy felbontású megoldása az, amire nagy hangsúly kerül, hiszen itt már tényleg mindennel tisztában kell lennie az autónak, és tudnia kell akár még a környezeti viszonyoknak is a változására reagálni. A leghíresebb ilyen projekt a Google Waymo projekt, azt már fejlesztik. Nyilvánvalóan először valószínűleg valamilyen hatalmas országban lesz ez elérhető egy nagyvárosban, mire Európába begyűrűzik, vagy mire mi olyan autóba pattanhatunk, aminél már filmezhetünk, mert ezeknél a négyes szintű önvezető autóknál már erre lehetőségünk kínálkozik, az alig hanem még azért 10 éven kívüli jövőnek mondható. Mint ahogy az 5-ös szintű önvezetés is, és ezzel zárul a sor, itt már annyira autonóm az önvezetés, hogy a sofőrre egyáltalán nincs is szükség, sőt azt prognosztizálják, hogy az ilyen autókban már kormány sem lesz, ezeket az autókat úgy alakítják majd ki, hogy a sofőr, pontosabban az utas, mert már sofőrről nem beszélünk, tudjon filmezni, dolgozni, aludni, tehát igazából az utazás csak egy kellemes dolog lesz neki, és nem kell majd odafigyelni alapvetően semmire. Itt már bejön a car-to-car communication, vagyis az autók közötti kommunikáció, az autók egymással beszélgetve fogják elmondani, hogy mi történt éppen az adott útszakaszon, van-e kátyú, pirosra váltott-e a lámpa, mennyire esik az eső, hiszen itt az időjárás viszonyoktól kezdve az útfelfestésig, a különféle táblákig mindent ismernie kell az autónak, és mindenről tájékoztatnia kell a másik járművet. És amit mondanak egyébként a szakértők, amire még az 5G sem lesz alapvetően elég, hogy bizony ezeknél a car-to-car kommunikációra képes autóknál egy óra alatt akár 4 terabájtnyi adatmozgásra is szükség lesz. Gondoljunk csak bele, hogy a mostani vagy átlagos mobil előfizetésekhez nagyjából 2-5 gigabájtnyi havi adatforgalom jár, ennek pedig a nagyon-nagyon-nagyon sokszorosa fog lezajlani óránként, tehát 4000 gigabájt szemben a havi 4-5 gigabájttal, amit egy átlagos felhasználó manapság elhasznál internetezésre. Szóval itt már valószínűleg a 6G is szóba kerül majd, és a mobil tornyoknak a kifejlesztése is igazán fontos lesz majd a következő 10-15 évben. Várhatóan a 2030-as évek közepére, végére datálják azt, amikor majd ezek az önvezetésre képes autók forgalomba kerülnek, hiszen itt fontos az is, hogy nem csak egy zónán belül fog működni ez a történet, hanem a világ bármely részén, tehát ha mi azt mondjuk, hogy Budapestről Barcelonába szeretnénk elmenni, akkor csak bepattanunk az autóba, és vagy pihenünk, vagy filmezünk, de az autó elmegy A-ból B pontba úgy, hogy nekünk azon kívül, hogy megadjuk a desztinációt, semmilyen más dolgunk nem lesz. Hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy nagyjából azért képet kaptatok arról, hogy mégis mit jelent az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es vagy éppen az 5-ös szintű önvezetés. Röviden és tömören az 1-es szintűnél még csak szenzorok vannak, a 2-es szintűnél már azért önbeparkolásra is képes az autó, a 3-asnál biztonságkritikus funkciókat képes irányítani és akár önállóan előzni, és a 4-esnél kezdődik a rendes önvezetés, ami még csak zónákban működik, az 5-ös szintűnél pedig teljes autonomitást kapnak az autók, ergo nekünk tényleg semmi dolgunk nem lesz, és még kormányt sem biztos, hogy találunk majd azokban az autókban. Még egyszer köszi a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig van kedvetek, megköszönöm, ha még Facebookon is támogattok azzal, hogy feliratkoztok a Facebook oldalamra is. Szép napot mindenkinek, sziasztok!